Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Nézzük mai magazinunk tartalmát. Elkészültek a következő időszak fejlesztési tervei. 30 éves a Bátaszéki Polgárőr Egyesület. Az elhurcoltakért emlékeztek meg Bátaszéken. Az elmúlt két év legeredményesebb sportolóit díjazták. Jelentős fejlesztési elképzeléseket fogalmazott meg Bátaszékváros önkormányzati testülete a legutóbbi ülésen. Az elképzelések megvalósításához szükséges anyagi forrást a Top Plus programból kívánják finanszírozni. A tervek középpontjában egy új idősek napközi otthonának megépítése áll. Miután Zsikor Zoltánt a Tolna megyei közgyűlés alelnökévé választották, le kellett mondani a képviselői megbízatásáról a bátaszéki testületben. Helyét Molnár Péter vette át. Zsiko úr korábban a közművelődési bizottság elnöki feladatait is ellátta, ezért új bizottsági tagot kellett választani. A képviselőtestület úgy döntött, hogy Péter Géza tölti be az ülés követően a közművelődési bizottság elnöki feladatait. Molnár Péter pedig a közművelődési bizottságban, illetve a szociális bizottságban fog tevékenykedni az elkövetkezendő időszakban. A képviselők átvizsgálták azokat a rendeleteket, melyek kihatnak a lakosság fizetési kötelezettségeire. Ezek között szerepel például az adórendelet. A város vezetése polgárbarát döntést hozott. Sem a kommunális adó tekintetében, sem pedig iparűzési adó tekintetében nem változtat a jelenlegi mértékeken. Kommunális adó továbbiakban is 13 000 forint lesz évenként lakóingatlanonként, iparűzési adó pedig a 2%-os mértéken működik, úgy, ahogy az elmúlt évek során, most már azt lehet mondani, hogy 5-6 évvel folyamatosan. A legfontosabb kérdés az volt, milyen fejlesztési elképzeléseket fogalmaz meg a következő pályázati ciklusra a városi vezetés. A fejlesztések anyagi hátterét a Tolna megyei önkormányzat által kezelt Top Plus program adja majd, mely ezekben az években 45 milliárd forintos keretet biztosít a fejlesztési programok finanszírozására. A gazdasági cselekvési programunk szerint milyen terveket fogalmaztunk meg az elkövetkező időszakra magunknak, hol láttuk, hogy szükséges a város fejlődését segíteni, és ezt most összehasonlítottuk azzal a pályázati kiírással, vagy azokkal a pályázati kiírásokkal, amelyek megjelentek, amelyek az elkövetkezendő időszakban 22 és 27 között Európai Uniós források felhasználásával segíthetik a város fejlődését. Mint egy 14 olyan projektelemet ismertettünk meg a képviselőtársakkal, amely a pályázatokhoz kötődően alkalmas lehet forrásszerzésre. Hosszas vita alapján úgy döntöttünk, hogy a pályázati kiírások figyelembevételével pályázatot kívánnánk benyújtani az idősek nappali ellátásának kialakításához, szeretnénk egy új idősek nappali ellátása intézményt építeni. Pályázni fogunk az óvoda konyha teljes korszerűsítésére, pályázni fogunk belterületi utaknak a felújítására. Gazdasági élénkítés szempontjából pályázni fogunk az agrárlogisztikai központ épületén belül technológiai berendezési tárgyaknak a beszerzésére. Fontos téma, hogy turizmus terén pályázatot kívánunk benyújtani a horgásztó korszerűsítésére, fejlesztésére és mellette egy szabadidőparknak a kialakítására. És hát a környezetvédelemmel is szeretnénk foglalkozni, hiszen pályázatot nyújtanánk be egykori hulladéklerakóval kapcsolatban a befejező munkák finanszírozására, illetve egy illegális hulladéklerakó felszámolására. Ezek lennének gyakorlatilag azok az elképzelések, amelyeket szeretnénk megvalósítani, és hisszük, hogy ezzel a városunk fejlődését tudjuk majd elősegíteni. A város két gazdasági társasága, a Bátkom Kft. És a Marketing Nonprofit Kft. Is beszámolt a lassan mögöttünk álló év gazdálkodásáról. Összeraktuk, hogy milyen feladatokat szeretnénk, hogyha elvégeznének, és ehhez milyen forrásokat tudunk hozzárendelni. Hagyomány, hogy ezt fél évkor, illetve néhány hónappal az év vége előtt áttekintjük, hogy hol is tartunk. Azt tudtuk megállapítani, hogy mind feladatok végrehajtása tekintetében, mind a források bevételek tekintetében biztosítva van mindkét gazdasági társaságnak a működése ez év december 31-éig, sőt úgy alakultak a bevételeik, pályázatok mentén, illetve külsős vállalkozási tevékenységek mentén, hogy némi eredményre is szert tudnak tenni. Ez mindenképpen jó hír, hiszen ez igazolja, hogy mind a két gazdasági társaság jól végezte 2021-ben is a munkáját.
Megtartotta jubileumi közgyűlését a Bátaszéki Polgárőr Egyesület. Fennállásuk 30. évfordulóján több tag is elismerésben részesült. Az Egyesület pedig megkapta az Országos Szövetségtől a Polgárőr Érdemkereszt aranyfokozatát. Az ülésen elhangzott, hogy a Bátaszéki az egyik legjobb polgárőr egyesület Magyarországon. Az elsők között alakult meg 1991-ben a Bátaszéki Polgárőrség, így a Tolna megyei egyesület egyidős az országos kezdeményezéssel. Akkor 12 fővel működött az önkéntes csoport, az elmúlt 30 évben ez a 10-szeresére emelkedett. Ez egy különleges és országosan is példaértékű polgárőr egyesület, legalábbis én ezt tapasztalom itt az utóbbi 4-5 évben, amióta különös figyelemmel kísérem az egyesületnek a tevékenységét. Tehát ugye nekem, ami különösen értékes, az, hogy rendkívül jól van szervezve ez az egyesület, nagyon magas a lakossági arányban a szervezettsége. Talán azt is mondhatnám, hogy országosan a településeket illetően itt a legmagasabb, tehát a lakosságnak közel 2%-a az polgárőr, és hát ez egy ideális álom más egyesületek, 2000 egyesületnek a számára, és ami különlegessé teszi, az is, hogy a agglomerációval is foglalkozik a városi egyesület, tehát ezeket a kisebb településeket bevonták a biztonsági szolgálatba, és azt gondolom, hogy ez a helyes, és ez egy ajánlott forma. És hát ugye az a szolgálati forma, amit ezek ellátnak itt Bátaszéken, hogy az ország egyik legjobb közbiztonságával dicsekedhet a város, ez egy óriási dolog, a polgárőrök ugye jelentősen hozzájárultak, és az a sok közösségi munka, amit egyéb területen végeztek, az pedig szintén lenyűgöző számomra legalábbis. És hát ennek az egyesületnek van egy kiváló vezetése, amelyik remekül szervezi a polgárőrséget, és jó kapcsolatot tart a önkormányzattal, rendőrséggel, rendészeti szervekkel. Azt is mondhatnám, hogy a Bátaszéki Polgárőr Egyesület ideálisan működik, és példaértékű az egész országban. A Bátaszéki Polgárőrség hatékony működéséhez tartozik az is, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a rendvédelmi szervekkel, és ennek is megvan az eredménye. Kimutatható, hogy Bátaszéken csökkent a bűnözés. Egy harmadára esett vissza 2010 óta a bűncselekmények száma és a szabálysértések száma is, a tulajdonelleni szabálysértések száma is. Tehát ez egy óriási dolog. Nyilván ebben nem csak a polgárőrségnek és a rendőrségnek van szerepe, hanem talán az egyre jobban jogkövető itt élő embereknek is, de azt gondolom, hogy azért a polgárőrség nagyon-nagyon tett az irányba, hogy ez így alakuljon együtt a rendőrséggel, és még más rendészeti szervezetekkel együtt. Én azt gondolom, hogy az a fajta együttműködés, ami a rendőrség és a Bátaszéki Polgárőrség között az elmúlt időszakot jelenti, az példaértékű több más egyesület részére is, mert a közös szolgálatok szervezése, a bátaszéki őrsparancsnokkal történő egyeztetés és reagálás itt az olyan eseményekre, amire a rendészeti szerveknek mozdulni kell, az ismétlen példaértékű. És nem csak az együttműködés példaértékű, hanem hiszen ők önállóan is szinte keresik a munkát. Tudom, hogy rengeteg rendezvényt biztosítanak, legyen a sportrendezvény, kulturális rendezvény. Ez példaértékű az ő munkájuk e vonatkozásban is, azt gondolom. A jubileumi közgyűlésen az egyesület megkapta a Polgárőr Érdemkereszt aranyfokozatát az Országos Szövetség elnökétől. Ezen kívül több díjat is átadtak a tagoknak. A polgárőrség 91-ben a közben közbiztonság városon belüli megőrzésére jött létre, fenntartására. Ezt ugye különböző társszerveket történt kapcsolatok, vonódások, együttműködés megállapodások miatt kibővítettük, tehát a klasszikus, még mindig a közben közbiztonság megóvása, a főtárszervünk ezért a rendőrség. De mi emellett mentőcsoportban dolgozunk, a Cikádon mentőcsoport a katasztrófavédelmi tevékenységeket látja el. Hadisírokat gondozunk a honvédelem kötött megállapodás alapján, postást kísérünk, labdarúgó mérkőzést biztosítunk,
Bátaszéki, városi, egyházi rendezvényeket biztosítunk. Ennyi mindent csinálunk. A Bátaszéki Polgárőrség munkázás sikertörténet, az alakulástól, a megalapítást, ami 90. februárban történt meg, azóta töretlenül fölfele megyünk. Mindig van egy kicsit följebb, mindig van egy kicsikét előrébb, mindig találunk valami új kihívást, persze a régi társszervi kapcsolatokat megőrizve, és ennek ékes bizonyítéka volt az, hogy a megyei rendvédelmi, rendészeti vezetők magas szinten, vezetői szinten képviseltették magukat. Bátaszéken egy időben ennyi dandártábornok, altábornok, nagy ezredes még nem volt eddig. Tehát ez egy nagy család. Azok a kitüntetések, amik most kiadásra vagy kiosztásra kerültek, és személyemnek is szóltak, én mondtam mindjárt utána, hogy ez nekik szól. Tehát ugye mindig, amikor az egyes számú első vezető díjazzák, az valahol a csapat érdeme, csak hát ugye valakinek oda kell adni, és nem lehet egy csapatnak. Tényleg egy nagy család, sokat vagyunk együtt, ugye főleg rendezvényeken órákat töltünk, ismerjük egymás kisebb és nagyobb gondját is, baját is próbálunk egymásnak segíteni, egy nagyon jó összetartó közösség van. Mondhatom azért is, mert ugye 10 belépő polgárőrből 9 hosszú évekig itt marad, általában egy, tehát ilyen 10%, ami lekopik, a többi az itt marad, és családként él velünk tovább. Az 5 településen működő önkéntes egyesülethez az elmúlt években egyre több fiatal csatlakozott. Bátaszéken hangsúlyt próbálunk fektetni a fiatalitásba. Ugye az OPS-nél is főkitűzés, hogy fiatalítani kell, de hát ott nem megy ilyen hatékonyan, mint nálunk. Én úgy gondolom, hogy a kirakatban lévő csapat és a mindenki előtt végzett munka hozza meg a kedvet a fiataloknak azok, hogy belépjenek. Tehát, hogyha egy háttérben működő szervezet lennénk, aki keveset halad magáról, lehet, hogy nem lenne ennyire érdekfeszítő, de viszont mi kirakatba helyezzük magunkat, igyekszünk is arra, hogy sokat hallassunk magunkról rajtatok keresztül, írott médián keresztül, Facebookon keresztül, mindenhol megadjuk a lehetőséget arra, hogy rólunk halljanak, és ezt gondolom megugorja azt az inger küszöbet, a fiatalok bejönnének, és ugye a mi fiatal tagjaink az ő baráti körüket hozzák be, tehát ez egy ilyen láncreakció. Sajnos nem olyan intenzitással jönnek, mint hogy szeretnénk, nagyon szeretnénk mondjuk 200 főpolgárt vagy 300-at, de hát azért nem panaszkodunk, szerintem jobb helyzetben vagyunk, mint az országban bármelyik más egyesület. Mi úgy készültünk erre a közgyűlésre, úgyhogy mi vagyunk az ünnepeltek, tehát magunkat kell jutalmazni, és mi szerettünk volna adni. Tehát mi hosszú hónapokat, ezt február óta toljuk magunk előtt, mi napra pontosan februárban szerettünk volna 30-at, de akkor közbeszólt a veszélyhelyzet. Nyáron nem tudtunk a nyári szabadságolások, nyaralás miatt, ugye akkor kicsit enyhült a helyzet, mindenki el tudott menni nyaralni, nem szerettük volna. És ez az őszi időpont, ez Túrós elnök úr történt egyeztetés után, ő jelölte meg ezt a napot, de itt is már kezdett rezegni a léc, ugye az egyre több szigorítás miatt, de mi egész évben készültünk, mindig egy kicsit csináltunk, egy kicsi ajándék a csomagban, még egy kicsi, és a végén egy szépen megrakott szatyor lett, ami nagyon sok jelképes ajándékot adott, hiszen őnek köszönhetően 30 éves, őnek köszönhetően működik ilyen jól, tehát őket kell megjutalmazni. Bozsolik Róbert, a település polgármestere úgy fogalmazott, mindig minden körülmények között lehet számítani az egyesületre, és külön-külön a tagokra is. 186 nőt és férfit hurcoltak el kényszermunkára a II. Világháború után Bátaszékről. A II. Géza gimnáziumból vitték el azokat a német nemzetiségű életerős férfiakat és nőket, akiket aztán több év gulágon töltött kemény fizikai munkára kényszerítettek. November 28-án minden évben koszorúzással emlékeznek meg azokról a bátaszéki svábokról, akik átélték ezt a szomorú történelmi időszakot. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Zuhogó esőben emlékeztek meg az elhurcoltakról Bátaszéken, a gimnázium falán elhelyezett emléktábla előtt. A II. Világháború után a szovjetek által megszállt országokból a Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltak el több ezer magyarországi civilt. Bátaszékről 186 német nemzetiségi férfit és nőt vittek el. A II. Géza gimnáziumba gyűjtötték össze azokat az életerős férfiakat és nőket, akiket aztán több éves kényszermunkára köteleztek otthonuktól több ezer kilométerre. Minden év november 28-án emlékeznek meg a város lakói az elhurcoltakról. A napján tartjuk, holott mindannyian tudjuk, hogy december 28-án volt itt ebben az épületben annak idején a
a gyűjtés, ahova az embereket már ide hurcolták. Ugye 3 napnyi kényszermunkára Bácskába kukoricát törni indultak ők. És tudjuk jól, hogy átlag ebből 3 év a Gulágon történt hadifogság következett, illetve volt, akik sajnos ott is kellett maradjanak, ott érte őket a halál. Településen azért ünnepeljük november 28-án ezt a napot, illetve emlékezünk, hiszen 46. november 28-án indult az első szerelvény Bátaszékről, ami a kitelepítetteket vitte Németországba. Kardos Gábor, a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke elmondta, hogy nagyon fontos, hogy megemlékezzünk azokról a személyekről, akik átélték a történelem ezen szomorú időszakát, és emléküket tovább örökítsük a jövő nemzedékének. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon nagy felelősségünk van azoknak, akik még ismerhettük őket, és beszélhettünk velük, és hallgathattuk a történeteiket. Ugye nagyon sokáig ők nem beszéltek erről a dologról abszolút, aztán később már igen, kérdezhettük őket, válaszoltak, és nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy ezt a jövő generációnak tovább örökítsük, átszármaztassuk ezt a fajta tudásunkat. A mai nap az esőben néhányan jöttünk csak össze, sokan kérdezték, hogy vajon lesz-e megemlékezés az eső miatt. Nem tudom, hogy annak idején lett-e volna kibúvó, ha esik az eső, hogy talán akkor nem kell elmenjenek, én azt gondolom, hogy nem. Ezért természetes, hogy ma ide jöttünk, koszorút helyeztünk el az emléktáblánál, mécses gyújtottunk, illetve imádkoztunk. A Málenki robot kemény fizikai munkát jelentett, melyre módszeresen válogatták össze a férfiakat és a nőket egyaránt, akik aztán akár 5 évig is kényszermunkát végeztek valamelyik szovjet iparvidéken. Az elhurcoltakról az itthon maradottak csak elvétve jutottak információhoz, legalább 1/3 oda veszett. A hazatérők évtizedekig nem beszéltek a Gulágon töltött éveikről. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere elmondta, hogy a városban élő svábság életére mindig is a nehézség és a küzdelem volt jellemző, hiszen amikor az 1700-as években a városba telepítették őket, akkor is újra kellett kezdeniük az életet. A II. Világháború után egy újabb csapás érte őket, hiszen a kollektív bűnösség elve alapján azokat a vétlen családokat is elhurcolták, akik nem tehettek a II. Világháborúról szinte semmit. És mintegy 180 olyan családot érintett az esemény, mely családok nemzedékeken keresztül nem fogják tudni kiheverni azt a veszteséget, amit a Málenki robot okozott számukra. Nekünk utódoknak más feladatunk is lehetőségünk már nincs, hiszen közülük már senki sem él, mint hogy emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez még egyszer ne történhessen. A 2002-ig fellelt dokumentumok és túlélők tájékoztatása alapján Magyarországon 1862 helységből összesen 130.898 szemét hurcoltak el a Málenki robotra. Ünnepélyes keretek között adták át azoknak a sportolóknak a díjakat, akik a 2020-2021-es évben kiemelkedően teljesítettek. A Bátaszéki Sportegyesület 2017 óta méltatja ilyen formában a szakosztály sportolóit. A Bátaszéki Sportegyesület a 2020-2021-es év legeredményesebb sportolóit jutalmazta a Kanizsai Dorottya általános iskola aulájában tartott díjátadón. A BSE Bátaszék egyik legrégebbi sportklubja, jelen formájában 1996 óta működik. A civil egyesület közel 300 sportolónak biztosít sportolási lehetőséget. 2017 óta hagyomány, hogy minden évben a BSE Sportgála keretein belül méltatják azokat a sportolókat, akik a legeredményesebben teljesítettek az adott évben. Pomsár Anna 4 éves kora óta kosárlabdázik, a sport azóta is szerelem a részéről. Bátaszéken és Szekszárdon 1 héten 2 edzésen is részt vesz. A jövőben is szeretne kosárlabdával foglalkozni, és minél eredményesebben szerepelni benne. Először azért kezdtem el, mert ugye a szüleim is ezzel foglalkoznak, és hát ezért így elkezdtem, és most már így rendesen
folytatom az edzéseket és meccseket. Kaszás Maja 2006 óta karatézik, és azóta tagja a BSS sportolói gárdájának. Elmondta, hogy a 2020-2021-es évben ez a sportág is hiány volt a versenyeknek, kevesebb lehetőségük volt megmérettetni magukat. Volt egy kezdeményezés így a magyar karate életben, a Karate Liga elnevezést kapta, és ott tudtuk megmérettetni magunkat így több alkalommal, ez több fordulós verseny volt, itt először Bátaszéken, aztán aztán Budapesten, aztán pedig Szarvason. Tehát ez a 2020-as év volt, és most 21-ben pedig néhány versenyen tudtunk versenyezni. A szakosztályban nagyon jól érzem magam, hát itt ez már szinte a második otthonom, ugye azért 15 év az hosszú idő, és hát egy család vagyunk mi gyakorlatilag, a kicsikkel, a nagyokkal, az idősebbekkel, elég összeszokottak vagyunk már. A Bátaszék Sport Egyesület jelen pillanatban 4 szakosztályt foglal magában. Karate, kosárlabda, úszó és labdarúgó szakosztályt. A tavalyi évben elmaradt a sportgála, így idén 2020 és 2021-es évet is értékelik. 4 díjat fogunk átadni, van 4 szakosztályi díjazott, tehát minden egyes szakosztálynak van egy úgymond szívecsücske, akinek át fogja adni ezt a szakosztályi díjat, illetve a Bátaszék Sport Egyesület 4 korosztályba szakosztálytól függetlenül hirdet egy gyerek, egy serdülő, egy ifjúsági és egy felnőtt sportolót. Tehát ez a 8 díj kerül a 2020-as évadra és a 2021-es évadra kiosztásra. A szakosztályok nagyon sikeresen szerepeltek. Én azt kell mondanom, hogy az utóbbi másfél év nehézségei ellenére is azért mi tartottuk a frontot, és azt kell mondanom, hogy a korlátozások ellenére, de a szabályokat betartva próbáltunk versenyeztetni, tehát minden szakosztálynál ment a munka, gyakorlatilag a labdarúgóknál és a kosárlabdázóknál ment a bajnokság, a karatésoknál mentek folyamatosan a versenyek. Nagy Ákos azt is elmondta, hogy a pandémia hatása igazából az úszó szakosztályt érintette érzékenyen, hiszen az úszoda bezárt, így az edzések sem tudtak a normál formában megvalósulni. A versenyek elmaradtak ugyan, de az edzéseket nem akarták felfüggeszteni, így a szárazföldön igyekeztek formába tartani az úszókat. Most az utóbbi időben újból sikerült őket visszahoznunk az úszodába, és alulról építkezve, újraépítve a rendszert próbáljuk visszacsábítani a fiatalokat az úszodába. Tehát így telt a Bátaszékesi házatáján a munka, nem állt meg az élet, tettük a dolgunkat. Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere elmondta, hogy a városuk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt években, évtizedekben sikerült azokat a feltételrendszereket önkormányzati oldalról biztosítani, amik ahhoz szükségesek, hogy a sportolók minél jobb körülmények között tudjanak készülni a versenyekre. Bozsolik Róbert azt is hozzátette, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy minél több fiatal kezdjen el sportolni, és legyen meg a lehetősége, hogy kipróbálja magát valamilyen sportágban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!